Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk. Szerintem az első olyan adás lesz, ahol Slomo teljesen részegen fog közreműködni. Két óriási nagy különbség van az előző adás és a mostani között. Az egyik az, hogy sajnos nincs itt kislányom, visszament Szombathelyre, de nem tudom, mikor lesz a következő adás, mert két hét ma újra velem lesz, szóval akik miatta kapcsoltak ma be, vagy akik miatta... Az rögtön is kapcsoljon az, az ki. A következő adásban megkapják azt, amit olyan hűen szerettek volt. A másik az, meg új szemüvege van Slomónak. Orbán Viktor vette neki. Nem ő vette, csak ő. Ő adott rá pénzt. De neked hogy volt időd? Így saját magaddal foglalkozni, amikor ott van a miniszterelnök. Egyébként én tudtam, hogy kim vagy a brigáddal. A csapattal. A csapattal. És én komolyan vártam a szelfiket, ahogy a Holtenger fecskébe integettek. Amíg mindenki a szelfiket csinálta, addig én a szemüvegboltban futottam egy jó szemüveg után, és hogy milyen volt rá időm, hát szerettem volna végre valamit látni. Azért vagyok ennyire földobva, mert most láttam először, hogy milyen jól mutatsz, mondjuk én is ezen a képernyőn. Olyan jól látom magukat a tévében. Hogy megerősítselek. Hát szeretném, hogyha ezért nem ettől csak magad tízig, légy szíves, osztályozzátok Slomo új szemüvegét. Igen, kérjük, hogy itt a kommentekben mondjátok, hogy ez jobb, a korábbi volt jobb. Vagy nem 1-től 24-ig, mert 24 karátos aranyból van. Karátonként legalább egy lájkot küldjetek. Még mielőtt ráfeszülnénk Orbán Viktorra, se jobban, se kevésbé, mint ahogy te. Azt mondtad nekem, amikor már találkoztunk, hogy nagyon jó visszajelzéseket kapott ez a beszélgetős műsor. Mire te szerint azt mondtad, hogy te csak egy biodíszlet vagy, úgyhogy hagyjalak békén, és akkor itt szeretném a kedves... Én szeretném a kedves nézőkkel megosztani, hogy Dávid egy különleges díjban részesült. Szerintem mindenki tudott erről. Hát nézzük meg, hogy én például nem tudtam. Tájékozott emberek. És eddig is nagyon nagyra tartottak, most már aztán tényleg nagyon nagyra tartalak. Szóval Dávid MTV legjobb, a magyar televízió, MTV a legjobb műsorvezetője címet kapta, és ezt be fogják hajtani. Ennyi de te lehet, hogy is tudnád intézni, nem? Hát ezt műsoron kívül meg tudjuk beszélni. Hogy... Nem, de viccet félretéve egy pillanat, a legjobb netes műsor. Nem, ez egy sorozat, évente kiadnak egy ilyen díjat. És az RTL Klub. És ugye 24 pont újságírója vagyok, és ott volt egy sorozatom, és az első lett. Jó, milyen visszajelzéseket kaptál a Kérdezd a Rabbi műsora kapcsolatosan? Hogy most ennyire kiemelkedően beszéltek róla, hogy ezt mindenképpen úgy tartottad, hogy meg... tulajdonképpen a kezdetektől fogva kiemelkedően beszélnek róla. De láttam, hogy már egy kicsit magad alatt van egyrészt, másrészt egy nyilván ezt többen mondják. Miért nem idézel egy olyan gondolatot, amit megosztottak veled? Hát azt mondták, mondom, idézek egy gondolatot, hogy fantasztikus, a Dávid az valami eszméletlen, jól csinálja, vicces, csak úgy pörögnek a poénok, és közben tanulunk is valamit. Nem tudom, hogy az új szemüvegeknek teljesen ilyen. Eleven vagy, de végre látsz. Igen. Hogy, hát az feldobja az ja, akkor térjünk vissza az izraeli utadra, hogy mennyire érezted jól magad. De figyelj, viccet feltéve nagyon-nagyon jól éreztem magam. Izraelben mindig jól érzi magad az ember. Úgy általában mindig jól érzem. Normál Viktor is jól érezte magát? Én úgy láttam, hogy igen. Tudom, megkérdezték tőle. Nem ült? Én úgy láttam, hogy igen. Most volt először Izrael? Nem. De nem. Tehát nem most volt először, de először, mint miniszterelnök. És szerintem ennek minden szempont jó de hatása hogy látod volt. Rajta, hogy így, hát ez nem tudom, hogy átszellemült el, de az, hogy volt a dolog... Bibliai légkör. Hát ezt én nem tudom megítélni, hogy a bibliai légkör itatta előtt. Tehát én azt tudom, hogy szerintem ez... Ő vallásos ember? Jézusom, ide beszáll a galambom. Igen, itt van egy galamb a zsinagógában, majd megmutatjuk a műsorban. Reméljük, hogy... Orbán Viktorról beszélünk, és beszállt egy fehér galamb. Fehér galamb. Egy kis ágacska volt így csőrében. Van még remény. Szóval, hogy szerintem ez minden szempontból egy jó dolog, hogy a magyar miniszterelnök kimegy Izraelbe, Izraelt maximálisan támogatja és felvállalja azt, hol laktatok? Engem ez érdekel, hogy éjszaka meglátogattad, de a minibárt így kifosztottátok, hogy bekented egy camping, a fokrémeddel a kilincsét. Egy kempingben volt.
Na de egy kempingben. Szállodában voltatok? Mondom, egy kempingben. Egy kempingben szálltunk meg. Ez jó de, volt? De a programokról beszélj. Az jó volt. Jó volt. És italoztál vele? Nem. Semmi ilyen esti-esti beszélgetés? Nem volt ilyen. Nem tudott aludni, én nagyon szerényen, én a három programon vettem részt, ugye a izraeli főrabbival való találkozón, a Yad Vashemben, a Holocaust Múzeumban, és aztán a Siratófalnál. A Siratófal volt azért a legkülönlegesebb élmény, azért. Berakott a falba valami üzenetet? Berakott a falba egy üzenetet. Megkérdezték tőle, hogy 2005-ben, amikor utoljára ott volt, akkor is berakott egy üzenetet, mondta, hogy igen, és kérdeztem tőle, hogy hát elégedett volt-e azzal, hát, hogy az örökkévaló az teljesítette azt, amit kért. Nyilván az volt, hogy az európai bajnokságra kikerüljön a magyar csapat, és működik. Nem tudom, hogy ez volt-e. Ő nem árult, hogy mit volt, csak annyit mondott el, hogy nem volt, ugye? Hogy nem volt elégedetlen. Nem szabad hát ellen. Nem tilos, de hát nyilván ez egy intim dolog. Hogy de tényleg nem mondtad? Miniszterelnök esetében is. Miniszterre azt mondta, hogy nem volt, hogy nem csalódott. Azt is mondta, hogy amikor ott volt 2005-ben, akkor a Netanyahu meghívására volt ugyancsak, és akkor is, akkor mind a ketten ellenzékben voltak. Tegeződtön? Igen. De hogy ilyen becenév is? <Kubik van. gül> Jó, azt árulja nekem, van pár kérdésem erről az útról, hogy Orbán Viktor... most nem orvos etikáról fogom beszélni. De hogy Orbán Viktor soha nem hord kipát? Hogy miért mindig ezt a kalap, hogy miért mindig kalapban érkezik, amikor például exponálja őt valami kamera egy komolyabb zsidó ünnepeknél, hogy Szerintem minél jobban akar hasonlítani egy Lubavitchi rabbihoz. Egy minden vallás. És te megvizsgáltad ezt a kalapját? Ez egy te abszolút kóser a kalap. Tényleg? Abszolút. De ez milyen kalap? Na, jól tettem borszerint. Ja, jó, akkor. De azt mesélte, hogy amikor a szabadkai zsinagógát avatta, akkor egy pár számmal nagyobb kalapot adtak neki, és az nagyon a szemű volt. De azt mondom, érdekes volt, hogy amikor Szabadkán volt ez a zsinagóga avatás, akkor ott volt ugye a magyar küldöttség és a szerb küldöttség, a szerb elnök is ott volt, és a szerbek egyáltalán nem hordtak fejfedőt. A magyarok meg úgy valahogy ismerték ezt a dolgot, hogy megtartani a tiszteletet. No, de ezeket fontos, mert vagy a nem zsidók azért általában úgy szokták ezt a szabályt betartani, ami úgy szól, hogy fedetlen fővel ne mutatkozzunk az örökkévaló előtt, hogy akkor sapkát vagy kalapot vesznek. Azt, hogy a kipa, az nem egy ilyen elvárás. Nincs el ilyen elvárás. Tehát... Nekem adták ki fel. Rajtad is kér most. Orbán Viktornak még nem adták ki fel? De, különben volt már úgy, hogy mondjuk járt a... volt olyan eseményen, ahol nálunk volt, és akkor kipa volt rajta, úgyhogy lehet, hogy a kalap az egy biztosabb dolog, az nem esik le mondjuk tárgyalás közben. Vagy de hogy érted meg, amikor jelentősebből kijövel így elállták az ezt utatokat? Őszintén mondom, hogy nem láttam, hogy elállták volna. Tehát láttam, hogy 5-6 ember ott transzparenseket tartott föl, hogy soha többé és hasonló. De ez nem. Igaz, hogy a Yad Vashem épületén belül volt szó Horthy Miklósról? Ne. Már hogy volt szó Horthy Miklós? Hát a Yad Vashemben azt hiszem, hogy Horthy Miklós meg van említve, de az, hogy már hogy a Orbán Viktor által volt szó, nem. Jó, akkor nem volt egy olyan párbeszéd ott akár a történészek és a küldöttség között, hogy... Nem hallottam erről. Hogy Horthy Miklósnak a rehabilitása... Dehogyis. Szó nem volt erről. Különben az egész a Yad Vashemben az egy ilyen részben egy a múzeumnak. De erről nem beszéltél vele egyébként? Ugye, hogy én le is írtam, hogy hogyan is fogalmazott egy évvel ezelőtt, hogy jelentős történelmi figurának nevezte Horthy Miklós, hogy köztetek soha nem volt egy ilyen vita? De, hát ugye amikor ez elhangzott, és azt mondta, hogy azt hiszem az volt a szó szerinti megfogalmazás, hogy egy államférfi volt Horthy Miklós, akkor megkérdezték tőlem, hogy én el mit gondolok, és akkor már úgy sajtóban is mondtam, hogy én abszolút nem értek ezzel egyet, Horthy Miklós semmilyen formában nem volt államférfi, nem volt államférfi, nem csak a 600 000 zsidónak a deportálása miatt és a miatti felelőssége miatt sem, hanem maga az egész politika, amit a 20-as, 30-as években Magyarország követett, az én értelmezésemben nem egy példaértékű valami. Ugye az államférfi az, aki a napi politikán túlmutatóan valamilyen példaértékűt, történelmilyen példaértékűt alkot. Szerintem Horthy Miklós maximum az elvtelen kompromisszumok szintjén alkotott negatív példaértékű.
De erről különben személyesen is beszélgettünk. De hát, és akkor mit reagál? Meggyőztem? Nem tudom, meggyőztem, de hát hiszem, hogy természetes, hogy bizonyos dolgok az emberek nem... Láttad a szemébe, hogy megvilágosodnak? Én rabbi vagyok, nem mágus. Még vagy már? Hát ezt már biztos nem, még lehet, hogy esetleg. Jó, tegyetek fel nyugodtan kérdéseket ezzel kapcsolatban. Nem tudom, most leállt itt. Nem állt le, csak nem láttuk. De itt jönnek. Hello. Mindenki csatlakozott. Szív, látod, küldtek? Valaki küldött szívet. Slomo, ezt komolyan gondolod Dobrogisztán vezérének kalapjáról? Oké. Okay. Te itt vagy? Naftali Dajcs. Oké. Okay. Egyelőre. Most már egymásra kommunikálni. Igen. Ránk már nincs is szükség ebben a műsorban. Jó, hogyan jött ez a téma, ez az orvos etikai kérdések megvitatása? Azt hiszem, hogy több olyan kérdést is küldtek a kedves nézők, amik az orvos etikával kapcsolatosak, és akkor azt mondtuk, hogy legyen erről egy műsor. De neked nem rémlik? Milyen kérdéseink voltak? Azt hiszem, hogy volt kérdés a eutanáziáról, a szervátültetésről. Te például átültetnéd a szerveidet? Hát itt cserélnék veled bizonyos szerveket. Milyen szervekre gondolsz? Egyszer cserélnék füleket. Nem, de például az abortusszal kapcsolatosan mi az álláspontja? A zsidóságnak? Igen. A zsidóság tiltja az abort. Nem volt, az zsidóság egy van. A zsidóság ugye, és a Tóra az tiltja az abortuszt. De, ami nagyon fontos, hogy egy nagy különbség mondjuk például a zsidó és a katolikus álláspont között. A zsidóság ugyan tiltja az abortuszt, de azt mondja, hogy egy élő ember és egy embrió között mégiscsak egy élő embernek az életértéke az nagyobb, mert egy embrió az csak egy potenciális élet. Tehát például az de mi az élete... időintervallum, amikor azt mondjuk, hogy embrió, akkor azt hogyan határozzuk meg, hogy mettől meddig? A születésig embrió. Tehát, hogyha választani kell például az anyuka egészség, az anyuka élete... Ez már 7 hónapos gyerek is a hasban, az még mindig embrió. A Talmud azt mondja, hogyha elkezd szülni az asszony, és a elkezd szülni az asszony, és a gyermek már kidugta a fejét, akkor már egyenlő az életük értéke. De hogyha még nem dugta ki a fejét, és mondjuk a vajudás közben életveszélyes helyzetbe kerül, akkor meg lehet ölni az embriót akár, azért, hogy az anya életét megmentsük. Ugye, különben ez nagyon érdekes, hogy maga a tilalom, az a biblia kommentárok szerint, a zsidó biblia kommentárok szerint konkrétan benne van a Bibliában, mert úgy hangzik, amikor Noé kijön a bárkából, akkor azt mondja ki Isten, ne uncsátok egymás vérét, embert az emberben ne öljetek. Köszönjük, hogy embert az emberben. Mikor az ember az emberben? Egy embrió. Egy magzat. És ennek kapcsán egy 21. századi úgy teljes egészében. Köszönjük, Dávid. Melyik műsort is vezetted? Vagy miért kaptál nyeremény? Én minden. Jó. De kinyitom a számát, az nem állnak egy díjat. Ez most egy főnyeremény volt. Szóval, hogy embert az emberben nem szabad ölni, és akkor az abortusz ugye ezt jelenti. Most akkor felteszek neked egy kérdést, hogy játsszuk, hogy te vagy a rabbi. Az abortusz tilos. Ma van olyan, hogy mesterséges méhen kívül mesterséges megtermékenítés, amit úgy csinálnak, hogy kiveszik a petesejtet, több petesejt is kivesznek, spermium, bum, és egy kis tányérban, most leegyszerűsítve, megtermékenyedik a petesejt. 1, 2, 3, 4, van 4 megtermékenyített petesejtünk, nem tudom, el tudok képzelni. Az orvosok megnézik, hogy melyik az igazi. Ez kicsit olyan, mint egy ilyen intelligencia tesztel, de van 4 megtermékenyített petesejt. Továbbra, itt vagyunk az Óbudai zsinagógában, amelyik végén a MTV 5-ös stúdió volt, és Vágó István kiváló ilyen műsorokat vezetett, és próbálom. Maga a Süsüt is. A Süsü a sárkány, de most maradjunk Vágó István műsorainál. Hát Josi barát is. Szerinted én alkalmas lennék arra, hogy Vágó István ezzel az új szemüveggel átvegyen? Mindenképpen. Gundik Júlia és Vágó István között. Szóval, hogy képzeljük el, hogy van 4 megtermékenyített petesejt, és azt mondja az orvos, hogy a legjobbat fogjuk beültetni a mama méhébe. Ha tilos az abortusz, tilos-e annak a másik háromnak a megsemmisítése, amit nem ültettek, de az is abortusz valahol. Igen, csak mivel az ember az emberben ne öljünk, ezért mivel nem éppen az emberben foglalják el a helyüket a petesen, hát ez nem volt egy olyan... Azért a te szintedben ez nem volt rossz. De nem, de most azt, hogy
Nem, de most visszafeltél ezt. Ez egy szerepjáték volt az, hogy én ezzel kapcsolatosan... Most miért lőtted le a pont? A kedves nézők elhitték, hogy nem beszéltük hónapok, meg előre. Hónapok. Készültünk erre. Kiposztörködni a rabbiságon. Szóval, valóban embert az emberben, ami azt jelenti, hogy ha az az ember az emberben kéne, hogy legyen egy megtermékenyített esetleg, de nem ott van, mert néhány kívül termékenyítették meg, akkor nem számít abortusznak. De amúgy igen. Tehát a kérdésedre a válasz abortusz. És maga a mesterséges megtermékenyítés? Mesterséges megtermékenyítés. Mit akarsz vele? Legyél konkrétan. Nem, hát ilyen fölül, ugye nyilván az orvos etikai kérdés vallásos szempontból is, meg talán egyébként világi szempontból is, azon a területen, az az élethalál területén merülnek fel a legnagyobb kérdések, szóval nem feltétlenül itt a három pénzre gondolunk, akkor orvos etikai kérdéseket feszültünk, mert annak idején még több ezer évvel ezelőtt is hoztak el. A doktor meggyógyított valakit, akkor adott valami, vagy egy süteményt. Hát van, de meg kell élni. Szóval ezért írtam több pár ilyen tételt. De, na jó, de a mesterséges megtermékenyítés. De hogy azon belül, tehát hogy az attól függ, miről beszélünk. A mesterséges megtermékenyítés az sokféle lehet. Ugye lehet mesterséges megtermékenyítés az, amikor az előbb beszélünk, hogy az apukának és az anyukának de az apukának a spermiumából, az anyukának a petesejtjéből, mondok egy példát, mesterségesen megtermékenyítés. Nem ismerjük az apukát, hogy engedi el, hogy spermabomb? A spermabomba elmenjen egy nem. Vallásos zsidó. Nem. Nő és esetleg. Mert itt ugye arról az a kérdés, hogy egy... Igazoltan zsidó férfitől származó. Az a kérdés, hogy egy nő... Örökítő anyag. Hogy ha a megtermékenyítés nem jár együtt szexuális aktussal, akkor az is mondjuk szexuális kapcsolatnak számít. Tehát mondjuk például egy házas nő, egy férjezett nő, egy másik férfinek a spermájával megtermékenyítődhet-e? Nem, mert az házasságtörésnek számít, hiába nem kapcsolódik oda a szexuális kapcsolat. Ugye ez a probléma azzal, hogyha mondjuk egy béranyaságról van most szó. Most lefordítom így a 6 éves szintjére. Köszönöm. Ahogy én így figyeltelek téged, hogy igen, szóval, hogy vannak bizonyos szabályok, amik egymást próbálják így meggyőzni, meg legyőzni, és itt sokkal fontosabb az a szabály, hogy gyerek csak házasság. Belül. Így van. És a kérdés az, hogyha a házasság törés, az csak szexuális kapcsolattal együtt történik meg, vagy megtörténhet úgy is, hogy valaki odahozza a spermát, és bum, megtermékenyül. Ugyanígy fordítva, hogy ami gyakoribb, ha mondjuk ne adj Isten, a feleség nem tudja kiordani a gyereket, és béranyasság van, az ő petesejtjét megtermékenyíti, a férjének az igazsejtje, azt lehet egy másik nőbe beültetni? Nem. Eszembe jutott egy angol televíziós sorozat, de nem fik. Hát nyilván sok hazugság volt, mert a szerkesztők által irányított történet. Az volt az egész, hogy anyukák ugye DNS teszt alapján bizonytalanak, hogy a... Ja, nem. Apukák, akik bizonytalanok, hogy tőlük van a gyerek, és akkor ez a gyerek, és vesznek DNS tesztet is az apukával, és akkor egy ilyen show műsor keretében. Derül ki, hogy nem. Hogy ő az apu, nem az apu, és akkor nem ő az apu, és csávottuk el. Azt mondta, hogy Izraelben volt egy ilyen sztori, hogy volt egy orvos. Ez a legborzasztóbb műsor, amit talál át. Volt egy orvos, aki közismerten nagyon jó volt az ilyen mesterséges megtekintésben, házasságon belül. Tehát olyan párok is, akiknek soha senki nem tud gyereket kreálni, ő mindig képes volt. Egy idő után észrevették, hogy a gyerekek nagyon hasonlítanak egymásra. Minden pár, aki nála járt, ott valahogy a gyerekek hasonlítottak, és legfőképp rá, és kiderült, hogy egyszerűen oldotta meg a dolgot, hogy a saját spermáját hozta be a rendszerbe, úgyse fogja tudni szegény házaspár. És nem voltak egyébként ilyen pár... emocionális kötelék a kis gyerekeket. Gyerek volt legalább akkor 20 gyereket. Hát nem tudom, hogy ez vezette, vagy inkább a gázsúl, ami az a hálapénz, amit mondjuk ezért kapott. Az, amikor kiderült, akkor ment a dutyiba. És ezért Izraelben létrejött egy szervezet, amit van egy Sifra és Pua, aminek az a lényege, hogy egy ilyen mesterséges megtermékenyítés, csak egy ilyen kósersági felügyeletet adnak. Tehát, hogy mert van egy másik probléma is, hogy mondjuk a csapot nem tisztítják úgy meg, és akkor még az előző... Mikor történt? Nem, 15 éve. Nem, mert jó ritatot készítettem. Na hajrá, te, aki most a legjobb netes műsornak a
És akkor megjött az étvágyam, hogy ezekkel jelenik. Hogy fölkeltél, hogy fölkeltél. Közben jött egy kérdés, akkor szűkítsük le ezt a történetet. Van egy házas pár, a férfi nem megzőképes, akkor vége. Ugye? Akkor a nőnek nem lehet gyerek a vallásos hát törvények szerint. Akkor nem elválhatnak, és vagy örökbe fogadhatnak a gyereket, igen. És ugyanúgy fordítva. És az örökbe fogadó gyereket már építettünk a valláshoz, mindjárt tekintik senjelenek, szóval, hogy örökbe fogadó gyereknek tekintik, tehát, hogy ötöt is elvállítunk. Jó, de mondjuk Kohanita az apuka, örökbe fogadnak egy gyereket, nem lesz Kohanita. Ha mondjuk egy nem zsidó gyereket fogadnak örökbe, akkor betérítik azt a zsidó gyereket, vagy nem zsidó gyereket a vallásba. Nem biztos, hogy a legmegfelelőbb kifejezés azt mondani, hogy több ezer éves törvényekre, hogy kegyetlen, vagy nem, vagy mai szemben kegyetlen. Azért ez így ebből a szempontból egy picit tász, hogy akkor van a körben. Hát attól függ, hogy mit nézünk kegyetlenségnek, mert az is kegyetlen, hogyha azt nézzük, hogy egy férfi és egy nő kapcsolata az úgy tiszta és egész, hogyha abban más nem jön be a harmadik szereplőként. Ha bejön a harmadik szereplő, akkor az is egyfajta kegyetlenség, csak azt ma kevésbé tekintik kegyetlennek, mert annyira szabatos a szexualitáshoz és az intimitáshoz való hozzáállás. Ez is része a paklina. Nem a törvény kegyetlen, hanem a természet, amiben mondjuk ez így igazódik, hogy mondjuk nem lehet gyerekük. Hozzáteszem, hogy ma ez már nagyon, tehát mondjuk összehasonlítjuk 20 éve ezelőtthöz, de már szinte csodákat képviselt csinál. Jött közben egy kérdésünk, Csorba Péter József kérdezi, hogy lehet-e kóser génmanipulált élelmiszer és állat húsa? Új szemüvegem van, ezért nem vagy az olvasás annyira jól. Szóval, amíg eljutottunk a Párizsig. Szóval Péter József kérdezi, hogy a génmanipulált élelmiszer az kósere. Amennyire a ezzel kapcsolatos ismereteim, Péter, kiterjednek, igen, lehet a génmanipulált élelmiszer, az lehet egy egészségtelen, de kóser. Az már egy izgalmasabb kérdés például, hogyha tovább megyünk, és nem csak a génmanipulációról, de a génmanipuláció az azt jelenti mondjuk, hogy mondjuk az a szarvasmarha, amit génmanipuláltak, az mondjuk szebb lesz, a húsa ízeletesebb lesz, vagy mondjuk az a kukorica, amit génmanipuláltak, az ellenállóbb lesz a kártevőkkel szemben, és így tovább, és így tovább. De mi van akkor, mondjuk ma már arról beszélünk, most olvastam, hogy aztán az Indexen tegnap előtt, hogy most már 3 éven belül lesz kereskedelmi fogyasztásban is laboratóriumban készült hús. Még tegyük föl, hogy Dávid, közösen el fogunk tudni menni, és tudunk enni egy nagy karajat, hogy mondja. Rajt. De ilyet nekem nem szabad sehogy sem mondani. Szóval, de így igen, mert egy laboratóriumban készült karajt tudnánk enni. Hogy szabad ilyen, el... Hogy hát az úgy néz ki, hogy a disznó húsból kiveszik a gént, és egy nátszukorra, a cukornába rárakják, és kinő belőle egy disznó hús. Miért nem szabad disznó húst enni? És akkor abból induljunk. Na hát ez itt a kérdés. De miért nem szabad disznó húst enni? Viszont, mert a Bibliában benne van, hogy ne fogyaszt ezeknek az állatoknak a húsát. És az a kérdés, hogy ez az állat, az akkor is állat, hogyha soha nem volt élőlény, hanem cukornád volt. És itt igazad van. Tehát a mai vélemények szerint nem számít disznóhúsnak az a hús, ami úgy néz ki, mint disznóhús, de igazából nem is hús, mert igazából cukornád. Szója, igen. De hogy ez tényleg úgy fog kinézni, mint hogyha hús lenne. Szóval a legtöbb vélemény szerint az nem számít húsnak, és akkor ezzel hajrá. Nem tudom, ezért nekem lesznek fenntartásaim ezzel kapcsolatban. Jó, figyelj, nekem jött egy kérdés az e-mailemben, mert megint Bánki Artúr küldte el, olyan kis szorgalmas és kedves. Köszönjük Artúrnak, itt szeretnénk megköszönni Artúrnak. Nagyon jól csinálja, ő a szerkesztő. Kamer nekem ő tök más mondta. De következő műsorban, hogy? Kamer nekem ő tök más mondta. De mit beszélsz? Kedves Rabbi. Artúr, most hazudok. Etikus az a szülész orvos pénz fogad el a szülés levezetéséért. Előre szól, hogy nála egy szülés 100 000 forint például. Előre is köszönöm a választ, üdvözlettel, Jakab nevem.
Én azt gondolom, hogy nem etikátlan. Tehát ugye az a kérdés, hogy az egészség, és az egy valamilyen olyan jog, amit mindenképp biztosítanunk kell, vagy az egy szolgáltatás, az, hogy az egészséghez hozzásegítjük, vagy ebben az esetben a szüléshez. De nem kötelező ellátni, van lesz szerint egy, most nem a szülésről beszélünk, ha nem kötelező ellátni, mondjuk de... egy pénztelen embert, ugyanúgy, mint egy vagyonosat, egy orvosnak. Kötelező ellátni. Tovább megyek. Te hogy vagy például hajléktalan? Már nem vagy az első kérdésre válaszolja. Kérdésedre válasz, igen. Tehát életet menteni az kötelesség. De például az egy kérdés, hogy amikor két embert kell gyógyítanom, akkor mi alapján, és mondjuk nem tudom, mind a kettő gyógyítanom, akkor mi alapján döntsek. És ezek azért már komplexebb kérdések. A másik kérdés ami volt, hogy a hajléktalanok? Tehát egyébként fogyasz, vagy az utolsó. Mindjárt, hogyha általában tőlem szerintem valaki... Szerintem kárni, ezt lehet mondani? Igen, hogy valakit kér tőlem, mint az utcán 10-es, ha van nálam, akkor nem 10-es, hanem 10 forintos, tehát van aprót, akkor szoktam adni. Mert annál megalázóbb dolog nincs egy embernek, mint hogy kér valakit a adományt, és az teljesen elküldés, azt mondja, hogy felejtsd el. Az egy másik kérdés, hogy valójában ezen az érzelmi azonosuláson kívül ez mennyiben segít annak a hajléktalanok, ezt nem tudom. De hát ezért, ha már cedek, akkor ezért a cedek szeretett szolgálatomban most ott egy hónap, hogy működtetünk egy népkonyhát, itt van tegnap a 5000 hajléktalan. Nem, ma reggel! Milyen jó volt a tavalyi film, az 500-an. Te csináltad a 13 milliárdból. De, szóval ma reggel... Miért nem volt jó film? Oda jött hozzám egy hajléktalan, és mondta, hogy szeretnek kis pénzt a... hogy enne valamit, és mondták, hogy nincs nálam semmi, de menjen el a cedekbe, a Baros utca 61-be, és ott minden nap 15-től 2-ig lehet melegíteni. Most itt jók olyan van? Elmennél, mert adok inkább neked. Én nagy menze a kajakkedőben. Szerintem próbáld ki. Na, de egyébként a maga az, hogy egy embert életbe tartani, az minden törvényt feltétlenül. Szóval, a Talmud azt mondja, hogy három olyan csak szabály van. Csak egy orvos, hogy például egy menstruáló férfi, orvos, egy menstruáló nő. Egy menstruál férfi. Nem, éppen gyógyítani, akkor nincsenek semmilyen, hogy nem érhet hozzá, hogy ezt teraszol. De egy menstruáló nőt miért kell gyógyítani? Hát valami más baja van, hogy a menstruált. Hogy, ja, de hát a menstruáció az a szexuális kapcsolatra megkötés, hogy más szempontból nincs. Azt hiszem volt két-három érzés előttünk, hogy akkor még egymáshoz se ér. A férj és a feleség férj nem érhetnek egymáshoz, jaj. Mert az egy szexuális kapcsolatban folytatódhat. De egy valójában. Szóval nem, tehát a Talmud azt mondja, hogy három olyan dolog van, amit... De mi? Akár a sabbat A sabbatot is meg kell szegni, a kóser étkezést meg kell szegni. Mindent meg kell szegni, három kivétel van, a bálványimádás, az emberölés és a nemi erőszak. Tehát valaki azt mondja, hogy én csak akkor gyógyulok meg, ha megerőszakolom mancikát, akkor azt nem lehet. Vagy azt mondják neki, hogy öld meg XY-t, ha nem, akkor megölünk téged, akkor azt sem lehet. Vagy mondjuk te is beteg vagy, ne vagy Isten, én is beteg vagyok, és nálad van a gyógyszer, és már vennéd be az életmenti gyógyszert, és én nem kaphatom ki a kezedből, hogy saját életemet megmentsem. Na ezzel beszélben sobasztanak. Igen. Igen, bálványozzál. Kérdezzük a kedves nézőket, hogy van-e esetleg még kérdés, kérés, óhaj, sóhaj. Dávid, neked még jöttek? Kérdések, ez az egyetlen, de még... Egy picit tudsz várni. Majd rögtönzök. Itt van egy elég hosszú kérdés. Neki lesek együtt? Ezt próbáljuk meg. Nem. Gyorsan átfutom. Ez nem egy kérdés, ez egy regény. Ez nem is egy kérdés, hanem egy regény. Szerintem a következő 20 adás. És jól látom, hogy azt mondjuk kérdés, és akkor közben megtalálta a választ. Gosé vagy Júli. Szomorú, de bizakodó. Ja, Judit, sokkal nehezebb feladványt küldött nekünk, csak válaszokat küldött, és hogy mi mondjuk. Találjuk ki a kérdést? Sihagyjuk a kérdéseket.
Jó, hát drága barátaim, hogyha nincs más kérdés, és mindent tudtok. Na jó, ezt egyszer szummázni fogom neked, jó? Jó. Ha nincs más kérdés, és mindent tudtok, akkor én annyit tudok ígérni, hogy... Nincs itt se? Nincsen. Itt írják pára, hogy fog vissza magad, igen, nem tudom, ma talán vissza fogod folytál, Dávid. Hol van? Vagy aki kérdé, Dávid fog vissza magad. Moshe Josef von Kantor. Moshe Josef, te Dávid, most ma vissza fogod folytál, nem? De egy egész lehet, hogy gondolatom. Jó. Hát akkor mindenkinek nagyon kellemes nyarat kívánunk. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Igen. És lehet, hogy akkor már Léna is van itt a... Ismét. Hajrá, Léna. Hajrá, Léna. Leikre ott. Bye. Shalom.